Február 8-án és 9-én 4 korcsoportban reggeltől estig zajlottak a Párbajtőr Diákolimpia 2019-2020-as Budapest és Pest megyei régió döntő versenyei a Diadaluti Általános Iskolában, ahol közel 400 ifjú tőröző lépett küzdőtérre. Az intézmény 2012 óta rendezi meg az országos szintű megmérettetést, melyet az illetékesek immár hivatalosan is megyei diákolimpiai versenynek nyilvánítottak. Az eseményen Horváth Tamás, Rákosmente polgármestere köszöntötte a résztvevőket, a legjobban teljesítő tanulóknak járó érmeket és okleveleket pedig dr. Füzesi Péter alpolgármester és Halász Dezső önkormányzati képviselő adta át. 12 plusz 1 páston több mint 400 általános iskolás vívóversenyző mérte össze tudását február 8-án és 9-én a Diadal Párbajtőrkupán, melyet 2012 óta minden esztendőben megszervez a Diadaluti Általános Iskola. Az évek során Budai István vívószakedző testnevelő munkájának köszönhetően országos szintűvé fejlődő sportesemény ezúttal már megyei diákolimpiai versenyként került megrendezésre. A résztvevőket Horváth Tamás polgármester köszöntötte, aki elmondta, 2008. decemberében 4 oldalú együttműködési megállapodás született, Rákosmente önkormányzata, a Diadaluti Általános Iskola, a Magyar Vívószövetség és a Budapesti Honvéd Sportegyesület között, az iskolai vívósport és az egyesületi utánpótlás nevelés támogatása érdekében. Ennek keretében infrastruktúrális fejlesztések is megvalósultak az intézményben. Elsősorban az iskola általános felújítása történt meg, de ugye amit most itt látunk már, ezt a sportpadlót, ez nem volt korábban, csak egy régi, eléggé elhasználódott linoleum volt, sportlinoleum volt itt leterítve, de az, hála Istennek a szövetség és a Budapesti Honvéddal közösen meg tudtuk szervezni azt, hogy a önkormányzati támogatással kibővítve teljes egészében le tudtuk cserélni ezt a sportpadlót, és a kezdetek kezdetén viszont még azzal indultunk, hogy egyáltalán a vívások szükséges eszközöknek a beszerzése megvalósuljon, ebben támogattuk mi az iskolát, és ugye először csak az eredményjelzőknek a felszerelése történt meg, majd aztán a pástok megvásárlása, majd későbbiekben fegyverek, ugye a vívó fegyvereknek a beszerzése, és ez volt a csúcs a padlónak a lecserélése, hiszen most már látjuk, hogy ez most már minden igénynek megfelelő. A polgármester kiemelte, a kerületi vívósportot a jövőben is segíti majd a városvezetés. A tervek szerint a már épülő sportcsarnokban is helyet kap majd a párbajtőr utánpótlás képzés. Raffai Gábor intézményvezető szerint az iskola elérte célját, miszerint minden rákosmenti gyermek számára lehetőséget kíván teremteni a vívás tanulásra. Ennek érdekében a többoldalú együttműködési megállapodást 2013-ban és 2018-ban is megújították, melynek keretében újabb elektronikus pástok kerültek beépítésre, így a helyiség már a szabványoknak megfelelő komoly vívóteremként funkcionál. Ha esetleg valaki a szülők közül hallgatja ezt a beszélgetést, én mindig leszoktam írni, mindig el szoktam mondani, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy ez az iskola ezt a munkát folytatja. És el kell, hogy mondjam, hogy délutánonként Budai tanár úr a Budapesti Honvéd Sportegyesület vívás utánpótlását neveli, ahová nem csak a mi diákjaink jönnek el, hisz hál' Istennek a 17. kerületben Rákos mentén vannak olyan érdeklődő családok, akik más iskolába járatják a diákjaikat, de ehhez a sport tevékenységhez igénybe veszik az iskola szolgáltatását, és ugye hozzátartozik ehhez a sporthoz az, hogy azt mondjam róla, hogy Rákosmente vívás utánpótlását is itt nevelik. Budai István vívószakedző testnevelő, aki az intézmény vívásoktatási programját életre hívta, rávilágított. Ez a rendezvény egy hosszú 8 éves fejlődés eredménye, melynek során maximalizálták a terem befogadó képességét és a sporteszközök felszereltségét is, valamint sikerült elérni, hogy a 17. kerületi sportesemény hivatalos budapesti és Pest megyei diákolimpiai versennyé váljon. Ez ugyanúgy harmonizál, mint minden diákolimpiai sportág, tehát gyakorlatilag a diákolimpiai sportágoknál nem korosztályok, hanem korcsoportokonként vannak megnevezve. Az 1-től a 4-es korcsoportig az lefedi a 1. és a 8., az általános iskolát, az 5-ös, 6-os korcsoport meg a középiskolát. Hogyha ezt lefordítom most, akkor most a 2011-12-es a indulás, a vége meg 2001-2002, tehát gyakorlatilag átfedi az egész diák sportágat. A főiskolásoknak van külön, így, mert létezik az is, a főiskolás bajnokság, de azt vidéken szokták, ott kevesebben vesznek részt. Értelemszerűen nálunk is az van, hogy
alsóba kisebb a létszám, aki elkezd első-másodikba. Értelemszerűen a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadikos korcsoport ott a legnagyobb, ott én. És utána a gimnáziumban meg ott már vagy a tanulás, vagy ott már profibb szinten csinálják, ott megint csökken egy picit. Viszont ezt idéntől hozták be, tavaly már így csinálták, hogy megbontották a két, tehát hogy ne egyszerre kelljen a profinak, vagy a leigazolt versenyzőnek versenyezni a B kategóriással, hanem két korcsoportban. A korcsoportok A és B kategóriára bontása azért kedvezőbb rendszer, mert így a hobbi, illetve kezdőszinten vívó gyerekek is lehetőséget kapnak a versenyzésre. A legjobban teljesítő 20 diák éremdíjazásban részesült, melyeket dr. Füzesi Péter alpolgármester és Halász Dezső önkormányzati képviselő adtak át. Továbbá a legügyesebbek kvalifikálhattak az országos megmérettetésre. A Tőrvívók Diákolimpiája a Diadalúti Általános Iskolában 2020. február 16-án folytatódik majd, a középiskolások két korcsoportjának rangadójával.